amikor az év elején Kovács Rihárd rangos mezőnyben megszerezte az aranyérmet a bocskai emlékversenyen, még bízott abban, hogy ott lehet a tokiói olimpián. A világkvalifikációs verseny azonban a járványhelyzet miatt elmaradt, így a nyíregyházi ökölvívó lemaradt az ötkarikás játékokról. A belgrádi világbajnokságon viszont ott volt az NVSC Big Boxing bunyósa, aki a 63,5 kg-os súlycsoportban képviselte a magyar színeket. Nagy Lajos tanítványa két meccset vívott Szerbiában, és mint mondta, maradt benne hiányérzet kiesését követően. Volt előtte egy 6 hetes edzőtáborozás, előtte volt egy versenyünk, nemzetközi verseny. Én úgy érzem, hogy elég jó állapotban tudtam ott lenni. Nem mondom azt, hogy nem voltak hiányosságok, de a tőlem telhetőt megtettem. Ugye sikerült első mérkőzésemen egy mexikói ellenfelet legyőznöm, aztán a török ellenfelem már ott nem sikerült az a mérkőzés, nem sikerült megtalálnom azt a stílust, ami feküdt volna. Aztán így sajnos nem sikerült az az elvárás, amit magamtól is vártam, és vártak tőlem. Bár szinte minden verseny nagyon szoros, mondhatom azt. Itt fejben, én úgy gondolom, hogy fejben múlik nagyon sok minden, nyilván technikailag is számít, de most jelen pillanatban akkor ott jobb volt már, most nem biztos, hogy ugyanazt boxolnánk. Kovács Rihárd idén még a decemberi országos bajnokságon lép szorítóba, ahol az aranyérem megszerzése a célja. Aztán egy rövid pihenőt követően elkezdi a felkészülést a 2022-es esztendőre. Év elején szokott lenni a Bocskai István emlékverseny, amit idén sikerült megnyernem. Először az a cél, aztán, ha jól tudom, lesz egy Európa-bajnokság. Az a következő cél, mindig az a kitűzött cél, amit kijelölnek elém. Az ökölvívó arról is beszélt, hogy mindenképpen szeretne ott lenni a 2024-es párizsi olimpián. Bár a kvalifikációs rendszerről még nem született döntés, a nyíregyházi bunyós bízik abban, hogy a 3 év késéssel is, de valóra válthatja ötkarikás álmait.